Vasárnap délután szikrázó napsütés, Terra-Akva Börze és Sűni Szépségverseny. Lássuk, ki lesz a sünök királya. Nyugodtan meg lehet így simogatni. Kicsit érdes, de azért nem annyira szúrós, de amúgy jó, nagyot tud bökni? Tud, igen, tud azért szúrni, hogyha nem tetszik neki valami, vagy éppen megzavarták a nyugalmába, akkor. Komoly szakmai zsűri dolgozik azon, hogy eldöntsék, melyik sün a legszebb. Milyen szempontok érvényesülhetnek itt? A süniknél egyrészt a küllem, ami ugye nagyon fontos, a másik pedig a temperamentum. Tehát hiába van egy gyönyörű szép süni, hogyha egy tüskés gombóc az egész, akkor őt le fogják pontozni. Tehát legyen szelíd és legyen szép. És minden kategória győztese a végén indul a Best in Show címért, aki az egész kiállítás legszebb sünie. Egyre csak növekszik a Terra Aqua kiállítás. Mik a legkülönlegesebb példányok most ezen az alkalommal? Nekem nagy kedvencem a kaméleonok, abból például Párduc kaméleon van, Sisakos kaméleon, van természetesen Boa Constrictor is. Mondhatni, hogy ennek az eseménynek az egyik fő programja a Sűni Szépségverseny? Természetesen igen, mindig van valami plusz külön program, most szerencsére. A Sűni Szépségversenyek történetében rekord süni számot értünk el, 73 kiállított süni van. Létezik a sünöknél egyébként olyan, mint a kutyáknál, a fajta tisztaság, és akkor levezetett, szép hosszú nevük van, alom, stb.? Hogyne, természetesen. Hát ugyanúgy van nekik is törzskönyvük, mint a kutyáknak, vagy mondjuk a macskáknak, de ugye van olyan is, amelyiknek nincsen. És akkor a törzskönyvezett sünöknek is mondjuk tud olyan hosszú neve lenni, hogy Akvitániai Izidor Bernát, vagy nekik mondjuk mi a nevük? Hát mondjuk ő Pogánypagony Rubina és Pogánypagony Rianon. Nem lenne jobb mondjuk a sünöknek egy kertben el lenni, vagy csak ilyenkor van dobozban? Otthon mondjuk tenyészetben ti is szabadban tartjátok őket? Szabadban nem lehet őket tartani, mivel hogy ők nem őshonos állatok Magyarországon, meg ők a szabadban nem élnek túl, hogy ők kimondottan lakásban, terráriumban vagy ketrecben tartja őket mindenki. Az a süni mennyi idős? Mert nekem azt tűnik a legnagyobbnak, de lehet, hogy tévedek. Hát másfél éves, csak hát genetikailag nagy. Az anyukája is. Egyébként meddig él egy süni? Hát ilyen 4-5 évig. Azt mondta a gazdájára a sűni, hogy egy kicsit túlsúlyos, de hát akkor mivel eteted, nem edzed? Elég ért, vannak ezek a fitparkok, lehetne őket vinni valahova edzeni. Hát az igazság, hogy van futókereke, amin hát most már rájött, hogy van alja, és be tud bújni alá, és inkább bebújik alá és alszik, mint hogy fusson rajta. Ravasz. Ami fontos még itt az ápolásokkal kapcsolatban, látom, hogy ennek vannak karmai, körmei, lehet őket vágni, manikűrözni, pedikűrözni? Igen, és kell is. Nyilván, hogyha az ember kiengedi a lakásba, meg kaparász, akkor kopik, viszont azért érdemes levágni, mert beleakad mindenbe. Kanapét felkaristolja, senkinek nem jó. Felnőtt kategóriában a Best in Show nyertese nem más, mint Bükki Keszidi Záhorszky András.